Megérkezett a legújabb Stumble Guys beta verzió, rengeteg vadonatúj skinnel, két új pályával és sok más újdonsággal, úgyhogy természetesen meg is fogom nektek mutatni, hogy mi minden érkezett, ahogy látjátok itt is vagyunk a 0.63-as bétában, és ha már bejövünk ide a skinek közé, már is láthatunk egy furcsaságot, itt van ez a featured fül, amit a fejemtől nem igazán láthattatok, de az all és a featured között lehet váltogatni, hogy láthatjátok. Ez igazából annyit fog tudni, hogy itt az olnál az összes skint megtalálhatjuk ugyanúgy, mint eddig, viszont itt a featured az, hogyha átlép akkor itt minden egyes ritkaságba be tudunk tenni majd kedvenc skineket. Ki tudunk majd jelölni valószínűleg minden skinnél, hogy az a kedvencünk, mondjuk azzal szoktunk sokat játszani, és akkor azt a featurenél itt megtaláljuk, és nem kell majd mindig kikeresgetni, hanem könnyebben meg majd találni azokat a skineket, amiket szeretünk, és gyakrabban játszunk vele. Úgyhogy szerintem ez egy tök jó dolog, tök híre, hogy egy ilyen újítás is érkezik. Viszont nézzük meg, hogy milyen más újdonságok érkeznek a játékba. Jön egy darab új lábnyom, ez a vaka-vaka, hát azért nem szarom össze magamat tőle. Annyira nem extra ez a lábnyom, viszont látjátok, hogy ilyen figurákat hagyunk a lábunk után, ami azért érdekes, mert egy pekmenes update fog beérkezni a játékba hamarosan, ezért jön ez a lábnyom is, illetve egy új pálya is ezzel kapcsolatban, meg új skinek is, de mindjárt úgy is meglátjátok. És ami még érdekesség, hogy egyből itt meglátjuk ezt a Get In feliratot, és itt egyből meg is mutatja nekünk a játék, hogy hogyan tudjuk megszerezni, ugye ezt szilánkokból lehet kipörgetni, és mindig az összes hiányzó dolognál itt meg tudjuk majd nézni, hogy hol lehet megszerezni, és az a kerék például, ahol ki lehet pörgetni, az mennyi idő múlva jár le. Úgyhogy ez is egy újdonság, illetve érkezik egy új speciális emóta is. Látjátok, hogy most már azért jó pár speciális emót van a játékban, A legújabb pedig nem lesz más, mint a Force Shield, ami egy ilyen pajzsot rak a skinünk köré, és ahogy látjátok, elég sok időre rakja ezt a pajzsot. Úgyhogy természetesen a mai videóban az új pályákon majd ezt is ki fogjuk próbálni, be is állítom, hogy el ne felejtsük. Valószínűleg ezzel a pajzsal blokkolni lehet majd a másik speciális emótákat, tehát például nem lehet minket addig leboxolni, lerúgni, meg hasonlók, amíg be van nyomva ez a pajzs, de nem tudom pontosan, úgyhogy majd meg fogjuk látni. Viszont nézzük, meg akkor az új skineket. Először is érkezik egy ilyen rare floppy lemez, érkezik egy ilyen másik fajta floppy lemez, vagy nem tudom mi a bánat, egy ilyen kazetta tulajdonképpen szintén a rare ritkaságba, illetve egy ilyen sült skin is. Hát ilyen skineket máskor simán behoztak Epicnek, vagy akár Legendarynak is, de egyébként nem baj, hogy érkeznek rare skinek, már csak azért sem, mert ezeket elég könnyű lesz valószínűleg megszerezni. Aztán, ahogy látjátok, már itt is egy Pac-Man fan karaktert kapunk, szóval érkeznek a pac es skinek. Pac lesz egy nagy-nagy működése a Stumble Guys nak Láthatunk egy, egy ilyen sima Pac-Man illetve egy lányt is. Valamint érkezik egy ilyen Mac Co. nevezetű papagáj skin, ami amúgy elég egyedi, elég menő szerintem. Nem nagyon kaptunk még hasonló skint a játékban. Mindig szeretem az olyan skineket, amik egyediek és újdonságok és kreatívak. Aztán van itt nekünk egy Mr. Nibs nevezetű skinünk, ami hát uh, szerintem nem túl különleges. Nekem megmondom őszintén, annyira nem tetszik. Van nekünk itt egy ilyen Disc Diva nevezetű skinünk, nem tudom, hogy mik ezek a flopi lemez, meg kazetta, meg CD lejátszó, meg mi, mik ezek az újdonságok. Elég furcsa skinekről beszélünk, de legalább mivel epic és rare skinek, ezért könnyű lesz őket megszerezni. Van itt egy ilyen takó fejű skinünk is, ez amúgy tök vicces szerintem, hogy egy ilyen óriási nagy takó, nem is a feje, hanem tulajdonképpen a haja, mert hát a feje, látjátok, nyaka konkrétan a feje, vagy nem is tudom mi az Isten. Kicsit furán néz ki ez a skin, de szerintem vicces lesz a játékban. Nem tudom, hogy a játékban hogy mennyire lesz zavaró az, egy ilyen batár nagy hátul lesz az óriási nagy takót fogod látni, ami már önmagában is lehetne egy skin, azt ez igazából csak a haja a skinnek, kicsit talán otromba, de szerintem nem vészes. Epic skinnek tökéletes, aztán van egy ilyen Soda Guy nevezetű skinünk is, aminek a feje egy ilyen üdítő, vagy egy ilyen koktél gyakorlatilag, és korcsolyázik. Korcsolyázó skineket annyira nem szeretem, tudjátok, meg az ilyen gördeszkázó, meg lebegő skineket a játékban azok kicsit zavaróak. Aztán van itt nekünk egy burger skinünk, ami gyakorlatilag egy, mint hogy egy ilyen Burger Kinges kiszolgáló lenne, de közben a feje meg egy hamburger, szerintem ez is egy kreatív skin, bár már ilyen kajával kapcsolatos skinekből azért jó sok van a játékban. Itt van az Architect, a Legendariknál, ugye ez már bejött igazából a játékba. Van egy-két ilyen lebegő, nem is tudom micsoda szellem skinünk, egy ilyen Inky, egy ilyen kék színű, illetve egy ilyen Clyde nevezetű. Ezek is lehet, hogy a pac ben valamiféle ellenségek, ennyire megmondom őszintén nem ismerem a pac de így elég furán néznek ki, hogy ez így maga a skin. Tehát <laughs> ez, ez elképesztően érdekes. Ezek már ugye legendary illetve van nekünk egy ilyen, ki nem mondom a nevét ennek a skinnek, de egy ilyen fantasztikus skinünk. Hát öm, ez se nyeri el annyira a tetszésemet viszont ez amúgy eléggé menő, meg ez is eléggé kreatív, tehát ehhez hasonló skin sem láthattunk még, ilyen egykerekű gyakorlatilag, ez amúgy szerintem menő, illetve van még egy ilyen Puggle Legendary skinünk, van még egy ilyen lebegő, rakétázó kacsa Legendary skinünk, amúgy ez is tök menő szerintem, illetve van még egy ilyen controller skinünk, amúgy ez is rendben van. Hát az annyira nincs kidolgozva, de az eleje az amúgy fasza, ez is nyilván a pac man miatt érkezik. És akkor nézzük a mitikus, illetve speciális skineket. Először is van egy pac Valóan. Ugye ez lesz az egyik főszereplője az új update-nek. Van nekünk egy ilyen Aquarius skinünk, ami egy újabb ilyen csillagegyes, ugye a vízöntő, amúgy ez szerintem eléggé menő, az egyik ilyen legmenőbb csillagegyes skin, nagyon menő az, az effektusa, hogy így csöpög belőle a víz, vagy nem is tudom, mi történik, így mint párologna. Aztán van nekünk egy ilyen Groove Blaster rádió skinünk, amúgy ez is egészen menő, kicsit olyan furák azok a skinek nekem, ahol így nincsen teste, hanem csak így lebegnek a kezei, meg a lábai, csak azért, hogy tudjon menni valahogy szerencsétlen, de attól függetlenül hogy maga az skin szerintem nem néz ki rosszul, és van egy ilyen a track player, ami meg szintén egy ilyen kazetta lejátszó, vagy nem is tudom mi a fene. Ez mondjuk nem tudom miért mitikus, tehát hogy annyira nagyon extra nincs benne szerintem, ugyanolyan, mint mondjuk a controller, vagy ugyanolyan, mint például a rare floppy lemez szerintem, tehát hogy ennek is van ragyogása ennyi a kezének, mint ahogy ebből jönnek ki a hangjegyek, szóval szerintem ez annyira nem különleges, hogy mitikus legyen, meg talán még ez sem. Ez megértem, hogy miért mitikus, meg maga a pacman karakter is azért tök menő. Viszont érkeznek a speciális skinek, a Gearhead, ami amúgy el eléggé menő, ez a lángolás, ez nagyon-nagyon király, ugye van egy már egy-két olyan speciális skin, aminek van ilyen lángoló effektus, és azokat nagyon-nagyon szoktam szeretni, hogy a tüzet így húzzák maguk után, menő, hogy ott a pedája így lebegnek, tulajdonképpen a pedáljai a kezei, ez tök jó ki van találva, ez is egy ilyen egykerekűző skin, mint ahogy ez a legendary, de azért ez sokkal menőbb, szóval ezt megértem, hogy miért speciális, ez szerintem tök menő lesz. Kíváncsi vagyok, hogy ez a kereke, hogy egy gurul, amikor vetődsz meg ilyenek, akkor az hogy fog kinézni, majd nyilvánvalóan kipróbáljuk, van egy ilyen korgi skinünk, ez is amúgy elég menő, meg királyi, meg minden, de az azért a speciális szerintem egy kicsit túlzás. Aztán van egy 8600. banán skinünk, ez a zombi banán, ami már meg van büdösödve, meg van rohadva, már a legyek ott körbe repkedik. Amúgy szerintem az egyik legkülönlegesebb banán skin, meg elég toxikus lesz a játékon belül, szóval ezt megértem, hogy miért speciális. És van nekünk még egy ilyen Nimbus, egy ilyen felhő skinünk gyakorlatilag. Ez is egyedi, nem volt még hasonló, ezek a villámok szerintem rohadt menő effektusok körülötte, szóval ez szerintem egy király speciális skin lesz. Úgyhogy ezek az új skinek érkeznek, srácok, az update nyugodtan hogy melyik nektek a kedvencetek, melyik tetszik a legjobban, melyiket szeretnétek már mindenképpen majd megszerezni, ha bejön a játékba, melyiket várjátok a legjobban, melyiket fogjátok esetleg ide a featured fülhöz bepakolni majd. Na de nem maradt más hátra, mint hogy szerezzük meg ezeket a skineket, és próbáljuk ki őket a leges legújabb pályákon, a leges legújabb speciális emótával. Nézzünk is meg egy tízeset. Nem pörög a kerék. Van valami bága játékban, srácok, ami miatt nem pörög a kerék, de ami nagyon érdekes, ha megnézitek, felhúzom tízesre, megveszem, és a stumble tokenjeim meg lepörögnek, vagyis hát föl, mert duplikéteket pörgettünk. Szóval igazából kipörgetődik úgymond a kerék, csak nem pörög. Most ezt tudom, hogy hülyé hangzik, de most veszek egy csomó frit, és nézzétek majd meg, hogy meg lesznek nekem a cuccok. Tehát, hogy tudjátok, a Stumble Guys az már csak ilyen, az már csak ilyen, tele van bagokkal, a béta is természetesen tele van bagokkal, de nem baj, nem panaszkodok, így legalább nem kell annyi pörgetés most végignéznünk. Kipörgetünk mindent tulajdonképpen, illetve még ezen a keréken is veszünk egy csomót, mert a speciális emótot ugye itt lehet feloldani, mondjuk beállítottam már az előbb a a jó! Szerintem itt nem keresem a dolgokra a magyarázatot, mind a két keréken vettem egy csomó pörgetést. Nem tudok kilépni a shopból, mi van veled játék? Ah! Na mindegy, srácok, a lényeg, ahogy látjátok, fel is oldódtak az kinek természetesen. Nézzük meg, én azt mondom, valamelyik speciálisat, remélem azok is kinyílódtak. Aha, itt van a, ez nagyon menő, ez a felhő. Legyünk az első körben, mondjuk ezzel, illetve a speciális emótot már ugye beállítottuk, az valahogy oda a fiókunkra. És akkor állítsuk be az új pályákat, ahogy látjátok, itt már egyből az Acid Pool nevezetű pálya itt látható. Ahogy így ránézek, szerintem ez egy Elimination pálya lesz, és igazam is van, ez az Elimination pálya az új update-ben. Akkor mondjuk ne ez az első körben, legyen ez mondjuk a és inkább a pac Power nevezetű másik új pac pálya legyen az első körben. Ez a két új pálya fog érkezni, ez pedig szerintem egy részpálya lesz, de mindjárt ki is fog ez derülni. Rész. Nem, nem egy részpálya. Akkor mi a fa? Egy collection pálya lesz. Hát, nem a kedvencem a collection pálya, de hát, ha ez egy jó collection pálya lesz. És a második, harmadik körben pedig az Acid Pool nevezetű elimination pályát fogjuk megnézni. Minden speciális emótot most engedélyezünk, természetesen leginkább az új shieldet. Nagyon kíváncsi hogy hogy működik. És akkor robbanjunk is bele egy mérkőzésbe az új felhő skinünkkel. Aztán lehet, hogy majd beinvájtolok pár creator is itt a bétáról, mert nagyon nem tudjuk kipróbálni a pajzsot, hogyha a botok ugye nem fognak minket megpróbálni bántani. Ú, de menő ez a pekmenes pálya, legalábbis így kinézete rohadt jól meg van csinálva. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy Collection pályához képest mennyire lesz jó. Itt úgy látom, hogy le kell ugrani. És ahogy láthatok, hogy megy az idő, nyilván 100 millió évig tart a pálya, 170 másodpercig még. És ha, aha, hülye, kaptam valamit, valamit kap, nagyon kaptam, és most már vagyok, de miért kaptam 50 szkort? Most van körülöttem egy ilyen cucc, ötletem sincs egyébként őszintén, srácok, hogy mi történik. Valamire kaptam 50 pontot. De nem tudom, hogy mire, tulajdonképpen az nem derült ki. De gondolom, hogy aki nem esik le, mert ugye ott le lehet esni, nézzétek abba a piros genyóba, és minél tovább fennmaradsz a pályán, szerintem annál több ilyen pontot Látjátok, ott esnek le a picsába a játékosok, és minél tovább fennmaradsz, gondolom, annál több szkort tudsz gyűjteni. Én legalábbis így képzelem el. Most már látjátok, hogy ezek a lebegő ilyen felhők, vagy mi az Isten pekmenek, azok azok a furcsa lebegő cuccok, amikből ugye skin is érkezett be, és ahogy láthatjátok, valószínűleg most is meg fogom kapni. Ne, megzabált! Megevett! Na jó, most látjátok, nem is kaptunk pontot, tehát ugye így működik, gondolom. De 12. vagyok, ami annyira nem jó, de végül is 16 jut tovább, szóval annyira nem is vészes, csak ne halljunk meg, mondjuk azt, hogyha lehet kérni. Benyomom az új speciális emótot, látjátok, ez ilyen pa is körülöttem, nem sok időre nyomódik be, de valószínűleg nagyon hasznos lesz, ezt most sajnos nem tudjuk letesztelni itt a botokkal, mert annyira nem próbálnak minket bántani, de majd a csomacot vagy valakit, aki esetleg próbálgatja a bétát őt, mert megkérdem, hogy jöjjön be. Ahogy látjátok, ide nem, hogy ide leesünk, akkor nem halunk meg, csak azoknál a piros részeknél igazából. Most viszont már egy ideje nem kaptam pontot, amit nem értek, hogy miért nem kaptam. Nem, nem, értem pontosan, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy pontot szerezzünk. Mert azt értem, hogy nem kell meghalni, csak mit kell akkor csinálni. Van még 72 másodperc, és 14. vagyok, tehát hogy eléggé nagy szarba vagyunk. És igazából egy büdös pontot nem gyűjtöttem még be, csak a legelején, amit azóta se tudom, hogy miért kaptam. Mert végül is nem a túlélésért, mert azóta is túléltem, és nem kaptam semmit. Látjátok, az oldalt van ilyen hogy egy olyan valami, valami, ott egy, meg valami ott nulla. Gondolom, egyszer haltam meg, vagy nem tudom, az mi a tököm, hogy őszinte legyek. Jó, oda átmegyünk a jump padre, oda is átmegyünk, stage clear. Ja, hogy most jár le az idős, most kapjuk a pontot, nem? Nem. <laughs> Ember! Jó, ja, hogy ezeket a hülye golyókat kell begyűjteni. Na várjál, 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 ez eddig észre se vettem, hogy vannak ilyenek. Hogy ezeket kell gyűjtögetni. Á, most már értem, most már értem itt a dolgot. Persze nyilván itt ilyen lézer, meg minden szar is jön velünk szembe. Csak az előbb már gondolom el volt fogyva az összes ilyen golyó, na nyilván most meg is haltam a bánatba. Egy jó sok golyó van, úgyhogy menjünk, srácok, gyűjtögetni, gyűjtögetni. Ne halljunk már meg egyből, mit csinálok. Ahogy írja, hogy 50 olyan golyó van még hátra, amit meg lehet találni, vagy bele lehet gyűjteni. Várja, menjünk át ide, ezt így gyűjtögessük őket nagyon szépen. Ott is van, ott is van. Azért föl kell hozzáugrani, tehát ha a földön sétálsz, akkor így nem gyűjti be. És ott is van a qualify. Let's go, na csak fölfogtam a pálya végén mi lesz a lényege. Hát nem a kedvenceim ezek a collection pályák, de egynek elmegy, figyelj, egynek elmegy, annyira bőven jó, mint a Treasure Island. Na de nézzük az Acid Pult, ami viszont egy rohat menő új elimination lesz. Ú, de közeli a kamera nézet, milyen nagyok az kinek. Ezen a kis helyen kell fönnmaradni. Jó ja, nem, várj, itt oldalt kell majd fönnmaradni. Mert már boxolom is le nyilván a palit az első pillanatban, és itt kell majd fönnmaradni. Nyilván be is nyomjuk a pajzsot, nem mintha minket most bárki is bántani akarna, de a csábot azért letolhatjuk a pingvint. Ha is most kell átugrani, ah, már onnan jön a kicsit olyan lesz, mint a boltbe, és középről jön az a víz sugár. De a lényeg az, hogy megvan a továbbítás, nézzük meg, hogy sikerül ezen az új pályán egyből megnyernem a döntőt. Hogy látjátok, lengedeznek is ilyen óriási nagy fogkefék, vagy nem tudom, mi a bánatok, meg természetesen még középről is jön a spriccelés. Úgyhogy nehéz dolgunk lesz, hogy ezt most megnyerjük. Nyilván itt a botok ellen talán azért remélhetőleg össze fog jönni, de az normális gémbe szerintem ez egy nehezebb fajta pálya lesz, amit azért az elején meg kell tanulni, meg rá kell érezni, mielőtt jók leszünk benne. Legalábbis nekem azért biztos, hogy van mit gyakorolnom. Meg itt a boxolás, ahogy látjátok, elég jól működik, szóval, ha valaki leboxol, kicsit olyan lesz, mint a lávalent, lent, hogy ott sok mindent nem nagyon tudsz kezdeni vele. figyelj, bam, és ott is van, let's go, srácok, hát ezt jó könnyen megnyertük. Ott is van a felhő skinnel, egyből az első körben a győzelem. Let's go! Na, hát megmondom őszintén, eléggé tetszenek egyelőre az új pályák. A Collection pálya is szerintem Collectionhöz képes nem rossz, meg nagyon jól megvan csinálva maga a design, maga a pája és ez az Elimination pálya pedig kifejezetten tetszik nekem, hogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy majd a játékon belül nyilván igazi playerekkel milyen lesz. Viszont megpróbálok egy Olyat, hogy esetleg csinálok egy hármas, egykörös és kétkörös észit pult mondjuk, behívom, ugyanis ha nem az a srác online, a zsomac már úgy látom, hogy nem, úgyhogy akkor behívom a nem az a srácot, hát ha elfogadja. Ugye ő is egy kreátor, ő is éppen gondolom veszi fel a bétás videót, nem annyira akar bejönni, bejött, jó, gyerünk, pajzs, kíváncsi vagyok a pajzsra, csak, csak azt kéne, hogy boxoljon, próbáljon meg leboxolni, akkor a pajzs az jó lesz. Na nézzük, észit pool, te nem az a srác, ugye egy pro kreátor, oda le is ugrunk már abban a pillanatban, és be is nyomom a pajzsot, Hát, ha esetleg megpróbál. Ő is benyomja a pajzsot! Mert azt kéne, hogy akkor, amikor ő benyomja a pajzsot, akkor megpróbáljuk leütni. Figyelj, be, nyom már be, nyom, nyom be, nyom be, nyom be. Á, de az a baj, nem nyomja meg még egyszer, mert most már azt hiszi, hogy fölösleges. Nyom be! Jó, benyomja! Figyelj, figyelj! Bám! Nem lehet leütni, látod? Vagy, vagy lehet, csak szarul ütöttem. A franc se tudja, ne és lesünk! És hát ő esetlen most a bot ellen leszek a döntőben. Á! Nem baj, rájöttünk a lényegére. Valószínűleg azért ez nem túl bonyolult kitalálni, hogy a pajzsnak ez lesz a lényege. Tök jó egyébként, hogy behoztak most már ütést, rugást, hógolyótól minden hülyeséget már, amivel lehet támadni az ellenfeleket, mint speciális emótát, a bot az jól leugrott, meg is van az újabb győzelem. Szóval behoztak már egy csomó olyan speciális emótát, amivel úgymond bántani lehet az ellenfeleket, és végre most már van lehetőség nem csak dodgyolni, nem csak menekülni ezek ellen, vagy akár a láthatatlanság is ugye olyan volt, amivel lehetett próbálkozni, kikerülni ezeket az emótákat, hanem konkrétan van egy pajzs emóta is, amivel lehet védekezni ezek ellen, ami szerintem egy tök király dolog. Úgyhogy srácok, ez lesz a legújabb update a Stumble ami hamarosan érkezik a 0.63, nyugodtan írjátok a véleményeket véleményeteket a kommentbe, hogy tetszenek az új skinek, melyik a kedvenc skinetek, a két pálya, hogy tetszik nektek. Várjátok-e már, hogy beérkezzenek, illetve jelezzetek egy like ha örültök, hogy mindig elhozom nektek ezeket az izgalmas és friss információkat. Ha pedig szeretnétek még több izgalmas számbelgázos tartalmat látni, ide kattintva jó néhányat megtaláltok, ne felejtsétek el a Hunter használni, és ne felejtsétek el, hogy ha decemberben rendeltek karácsony valami menő hántörös terméket, akkor lehet, hogy találtok a rendelésekben egy ilyen aranykártyát, amiről ha elkülditek nekem a képet e akkor benne lehettek egy videóban. Úgy, ha még nem rendeltél semmilyen hunter cuccot karácsonyra, akkor videós What point who?